Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát megint farmozunk, mert megint így hozta a lépés, most nem akarunk belekezdeni semmi hosszabbba, mert eltelt az idő ismét, szóval elég rosszul telt az éjszakám, és holnap meg megint meló, úgyhogy nem tudom, meddig leszek fenn. Úgyhogy ennek tükrében farmozunk Gáborral, aztán majd holnap még melózok, Pálinkásnak köszönöm a megosztást, aztán utána holnap már szerintem tovább fönn tudok lenni, meg talán remélem Gábor is bír, majd mondom, pihenjen Gábor napközben, mert ő sem még majd dolgozik, csak ugye 9-én, akkor kezdődik a suli. Aztán majd szerdán viszont itt leszek, azt akkor korábban tudunk kezdeni valószínűleg, de vinni kéne most már tovább a raftot is, mert hát az is megfeneklet kegyetlen, de egyelőre a földeken fogunk gazdálkodni. Üdvözlöm a megjelenteket, itt van Molnár Zoltán, mint szponzort, itt van Bence YouTube-on, Pálinkás Tamás is itt van, Molnár Mónika is itt van, mint szponzort, mit csinálsz a kormány? Ja, basszus, kiúsztam, hogy belúgtam, hogy értem a kezemmel. Mindegy, Molnár Mónika is itt van, mint szponzor, itt van Zsunkói Zsándor, mint szponzor, Helmeci Krisztián, mint szponzor, üdvözli Tamás, Pálinkás Tamás Gábort is, meg szerintem más én is üdvözlök mindenkit. Mindegy. Bencének hello van, itt van Sáfár Bence, egy másik Bence, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek, itt van Demeter Márk, és Molnár úr is köszöntötte Gábort, akkor gyorsan Molnár Zoltánnak, Helmeci Krisztiánnak, Zsunkói Sándornak, Molnár Mónikának, küldök szponzor zenét, aztán nekiállunk a dolgoknak, itt a közös Pics Balázs és Balázs, remélem kiküldtem oda is az streamet, nem csak itten vacakolunk, de szerintem ki jó, akkor majd észreveszi, aki akarja. Közben akkor indítunk valami zenebonát is, aztán megnézzük, hogy mi az aktuális feladat. Hogy betakarítottuk a jó mindenséget is tegnap. Még a 36-os van még az, vagy a gyapot. Azon gyapot van. Jó, akkor ez az ott rohadt meg kb. Na mi legyen, hagyjuk a beművelését ennek a két betakarítottak, ez a nincsen szalmas, meg kukorica volt, ezért napraforgó volt, meg repce, úgyhogy akkor akár aludhatunk is, nem tudom, kaszálni kell, vagy mit csináljunk? Nem, hát most a 16-os földet még meg kéne keresnem, az itt van. Itt van, ott van előtted. Ezt még megpróbálom befújni. Na jó, oké. Jó, cukorrépa el van adva. Vágott átszírás lehet még értékesíteni talán. Teljes takarmánykeveréket meg hanyagoljuk annyival, mint a szemét, úgyhogy ezt nem kell már itt erőltetni. Sertés takarmány is van, gondolom bőven. Hát mondjuk teljes takarmánykeverék nem annyira veszettő sok van, de azért van. Köszönöm a megosztást Jeremynek, Ben Bright, LTR Bent, a szponzor, Komis Pellen, Jeremy. Surányi úr is köszönöm, téged is, mint szponzor Jeremynek, illetve Surányi úrnak küldöm a zenét. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, Jeremy! Jeremy Vispellentot, hú, hogy a 23? Ki kéne írni velem, nem tudom, hogy a hollandunk, hollandul. Drien Wintig úr, Jeremy. Hú, szereti hagymás volt valami heh, de, köszönöm szépen a követést. Beletegyelet itt és a billentyűzetbe, mi? Úgy adta magadnak a nevet. Na akkor, én mit csináljak? Lehet aludni, mert a 16-os földet nem lehet be... Miért nem kellett? Ez szójabab van bent. Ajjajjaj. És akkor már nem lehet szórni, vagy mi? Nem engedi. De azt szerintem készet rágyászunk. Nem, ezt nem művetettük. Hát akkor így jártunk. Megyek vissza, úgyhogy lehet aludni. Ajja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 j
értékesíteni, abban is talán van lóvé. Mi megtekintjük, hogy mi árfolyama van.
315 az álláspiacon. Nagy 30 ezer egy kocsival. Végül is az se annyira túl rossz, de a vágott répaért mennyit ad egy kocsiért? Vágott, hát ugyanannyit. Hát akkor figyelj, lehet vinni zét is. De akkor aludjunk, azt csináljunk valami értelmesebbet. Mi fog beérni? Vagy mit, ezeket, amiket vetettünk, ezeket szerintem készre nyomtuk, azon nem kell rágyázni. Igen. Hát ez a 21-es fog beérni, a 18-as fog beérni, 42-es fog beérni. Ó, lesz itt mit. Jó, akkor aratásra fel. A kombányom már kezd megint elég hitvány állapotba kerülni. De, hopp, azt hittem esik az eső, de nem esik. Autót gyorsabban is, ne? Nem hallottam még, hogy gyorsan alszik, akkor többet alszik. Hol vagy, itt vagy? Van két kukoricaföld. Aztán van egy árpa, fönn a 4-esen. 38-as és 16-oson meg szójababban. Hát ezt a kis kukoricát itt akkor lecsippentjük. Valóban lehetne valami gyártelepedés, de milyen gyárt lehetne azt, amit nem kell raklapozni, nem nagyon van olyan mi. Mindent raklapozni, akkor valami autolódos pótkocsit, nem tudom, van-e már normális üzemképes. Kezd hanyatlani a műszaki állapota a kombájnomnak, úgyhogy majd rövidesen megint cserélni kell. Szerbusz Breznyák Gabriel, üdvözöllek! Szerbusz Halász Máté! Szép estét neked is! Nem csak a tiédnek, az enyémnek is. Nem csak neked, ez van a második. Hát igen. Na, ezek mindig vagy hosszabb. Neked is, Balázs! Hát az egész csapat most jelenleg két fő is. Kukoricát miért nem silózza be? Nem miért silózna be? Tudom csinálni fűből is szilást, most minek silózzuk be a kukoricát. De azt is lehetne éppen, de egyelőre most ezt szemre vágjuk. Itt van Botos úr is, üdvözlöm mindenkit. Na hát, Botos úr. Kihozanodott, mi történt? Már Botos úr nem is szereti a viszkit, miket beszélek.
Haltam félfül, hogy Pestre akarok menni Great AX előcsitörtök, hogy hogy volt ez. Kérdezem már őket. Valamiről megint lemaradtam. Hortó Gergő, köszönöm a megosztást, és üdvözöllek. Hát, hogy mindig ott alatt, ahol én. Ezt most miért csináltam? Már csináltam ide egy forgót. Mindegy, én már így jövök, aztán utána meg beállok abban a sorba majd. Hogy beszorok. Abá! Nem lehet dolgozni. Főnök mindig keresztbe tesz. Ez ilyen? Hol volt ott? Volt még valami ilyen kukoricasztalos vágnivaló? 42-es az is kukoricasztalos. 42-esem. Hű! Az komolyabb mennyiség. Itt van a... Vinos zenéje megint Dinamónak. Most lehet, hogy nem lesz egy darabig, nem tudom. Hogy érzi magát. Hello, Moa! Kikucsi, hogy kell ejteni? Így jó? Moa Kikucsi? És hogy hívjalak? Moának? Vagy Kikucsinak? vagy Kikúnak? Itt van Farmer úr is, Juhász Farmer, üdvözöllek! Azt mondja Botos úrnő, fiamat elvittem 27-én a Messi mamájához Veszprém megyében, majd jöttünk haza. Az igen, jó kis kirándulás volt Botos úr. És a te anyukád volt, vagy a kedves mamához vitted? Jó lesz a moa, oké. Vagy ahogy akarsz, Kikú is jól. Jó lesz moa. Ha neked úgy jó. Nem vagy válogatós. Vagy ahogy akarsz. Akkor lesz még ucsi is, mi? Szervusz, Messi Zsarék. Üdvözöllek. Hú, téged hagyira. Messinek vagy Zsaritnak? Úgy látszik, most ilyen nap van. Azt szeretném kezdeni, játszik-e maga a Euro Truck Simulatorral? Hát, mostanában ugye nem játszottam vele, de majd mindjárt te kedvére megnézem, hogy hány ezer órán van benne. Jó, nem, de... Azt mondja, hogy... Könyvtár... Euro Truck Simulator 2... 1554,6 órán van benne, úgyhogy szoktam, csak mostanában nem. Fiam mamája, nekem volt anyós. Na, azt mondom, hogy a kedves mamánál volt, akkor remélem körbecsókoltad és körbeudoroltad a kedves mamát. Ajaj, már megy az udvarlás. Arra van szó, hogy ha le van töltve, akkor lehet-e módolni. Módolni lehet, mert lehetne. Lehet módolni. Ja, úgy érted, hogy a le van töltve, hogy törte verzióban, nem pedig megvásárolva, lopva. Módolni akkor is tudod, ha működőképes, csak lehet, hogy szereztél be egy-két vírust, viszont multizni nem tudsz vele. Anya.
Neked nem, mit neked nem? És ezt nem értem, mire válaszoltam. És új év fogadalom volt, hogy ne? Abba hagyom a streamen és ezt fogadtam meg. Mivel általában a fogadalmak nem szoktak valóra válni, kíváncsi vagyok rá. Nem, különösebben nem szoktam fogadkozni, mert tök mindegy. Most attól, mert új év van, semmi nem változik. Ha valamit az ember akar érni, akkor azt el tudja érni július 82-én is. Tehát most nem fontos pont évfordulókor igényi valamit. Mostantól elhatározom, hogy ez lesz, és kész. Ez mindegy, hogy januárban, vagy február, vagy december, hogy kész. Ki csapja a szeret kinek? Hát Botos úr, ön, Mónikának. Már itt mondhatni hónapok óta. De Mónika ellenáll. Mára mennyire. Azt mondja Horváth Tamás, hogy jó farmozás kívánok nektek. Hol telt a napunk? Én nekem munkával, Gábornak lógással. Egyébként köszönjük szépen is. Ja, pihentem én, pardon. Így van. Hát nem lehetne, hogy privátba rám jönne és megmutatna, hogy kell modolni, mert nekem nem hagyja. Hát be kell rakni, hát az a baj, hogy ez kicsit bonyolult, én sem nagyon szakértelem, hogy szoktam modolni. Single playerben úgy néz ki a modolás, hogy van egy valami módkönyvtár. A dokumentumok Euro Truck Simulator 2 könyvtár, vagy egy módkönyvtár, és a módkezelőbe aktiválni kell. És hogyha olyanok a modok, akkor meghatározott sorrendbe kell betenni. Tehát azt sem, hogy hogy aktiválod, milyen sorrendbe. Gondosan kell követni a leírásokat. Tehát csoportonként megvan a sorrend. Köszönöm közül a megosztást Paulikónak és üdvözlöm, mint szponzort. Megvan a sorrend, hogy hogy kell, milyen sorrendben kell aktiválni a modokat. És ha azt nem tartod be, akkor nem fog működni. Tehát gyanítom, hogy itt vételtél hibát. De én sem vagyok benne szakértő, úgyhogy sokkal többet én sem tudok elmondani. Letöltöm a modot és nem adja ki a játékba. Azért nem adja ki, mert nincs aktiválva. Van egy olyan főmenői módkezelő, ott kell aktiválni. És mit mondtam, meghatározott sorrendben, de ahonnan letöltöttem a módokat, ott közölve van, hogyha van sorrend. Na, hát ezt lenulláztuk. Ezt a felügyet. Mi csináljunk vele? Elvigyük magunkkal, vagy... nem kell semmibe. Vagy adjuk el menet közbe. Adjuk menet közben. Ja. Le Jardin? Az igen. Meg már, maga megugrotta azt a táblát. Igen. Na tessék. Megállít előttem. Menjél már be oda. Nem az oki. Áh, így nem jó, én nem. Most álltok én is be. Ezért nem bírt már várni 5 másodpercet, még a csövet pozícióra állom a forrába. Nem, megléptem. Elég szomorúan hallom. Magában nincsen semmi, hogy mondjam, csapatszellem. Nincs. Ja, na, ott tartottam, hogy... Üdvözli Paulik úr Gábort természetesen. Üdvözlöm én is, Paulik urat! Jupi, mondhatni, jupi. Hullámozzunk a kedvért. Most csinálta Gábor is, hogy nem láttad, Paulik úr. Üdvözli az urat. Boltos úr, mármint Paulik urat. Azt mondja, a MOA, vagy Kiku, vagy Ucsi, hogy úgy látom, Bud Spencer és Tennessee rajongó vagy. Na ez egy kicsit hosszabb történet. Merre ment ez a koma? Na, igaz, mindig merre megyek. Hát, ez úgyis át fog menni a földön, úgyhogy neki nem mindegy, de én betartom itt a közlekedési a szabályokat. Majd ezt elmesélem. Épp azt mondja a Zsarik, hogy akkor azt kell letölteni módkezelni. Azt nem kell letölteni, ez benne van a játékban. Tehát ugye elindult a játékot, van ott középen annyi módkezelő, olyan fülarrákat, itt az is ott kell. Áh, tihanyi úr! Erre fújt engem is a szél! Ki ez a tihanyi Gábor? És emlékszik, ismeri valaki? Nem is emlékszek valaki. Ki az? Honnan kéne, hogy ismerjelek? Azt mondja, vannak bent modok? Ebbe hogyne? Millió Balázs.
Hát nem millió, de sok. Ez is az, mintha nem látnád. És még a motuból sincs fönt. Mert én csináltam. Szervusz, Szigeti Szilárd, üdvözöllek! De szoktál kérni szponzorzni, hogy igen, küldtél nekem támogatást is, úgyhogy figyelj, küldök neked a szép emlékekre egy szponzorzenét. Jaj, már írtad is! Én gondolatolvasó vagyok, Szilárd. Látod? Látod, milyen gondolatolvasó? Te is régen voltál, de emlékszek rád. Na, azt mondja, hogy régi néző. Micsoda, mit néztél? Kirakatott Gábor? Nem emlékszek meg. Azért rád emlékszek, nyugodt lehetsz. Ez egyik legjobb humor úriemberre a nézők közül. A Gál Tiborral versenyezhetnél néha. Azok is vannak olyan beköpései. Igazán nincs mit, Szilárd? Vele kevertelek sokszor, ugyanaz a monogramotok fordítva. Tihanyi Gábor, meg Gál Tibor. Volt egy idő, amikor kevertelek titeket. Nincs kettő nélkül zene. Nagyon jó. Még ám hogy? Az összes értesítő, csillagos, meg támogatós, meg feliratkozós, meg megosztós, meg minden vacak erre épül. Sőt, hát van egy régi izém, csak azt nem hiszem, azt nem hiszem meg tudom mutatni. Mert az több darabból jött össze. A Nyomás utána című filmben az Arany kedilegben ültem Terence Hill-lel, úgyhogy bevezető alatt, és ugye én ott ültem a anyósülésen, Bud Spencer helyett, és be voltam oda montázsolva, de azt most szerintem nem tudom elővarázsolni neked. Ha csak nem, hogy megvan valahol nagyon. Nagyon régről. Hát, megpróbálom megkísérelni. Hát, ez lesz az, csak benne a cenzúra. Csak szerencsére nem töröltem még ki. Hol van a cenzúra? Itt van, ezt kivesszük. Ha? Na, ehhez mit szólsz? Még ez volt még régen, de hát... Ezt már régen elvetkőztem ezt a dolgot. Régi csap... Régi... Ugyan már. Hon vannak már ők? Felelés homályába menültek. Régi csapat megy. Már csapat sincs, nem, új se nem, hogy régi. Itt már senki nem játszik, senki nem néz streamet, mindenki. Az élet gondjaival elfoglalva, mert mindenkinek sajnos elég sok gondja van most. Pláne az elmúlt időszakban ezzel a... Mindenféle hiányal, meg emelkedéssel, meg háborúval, meg hisztériával, meg mindennel, úgyhogy mindenki azzal foglalkozik. Sajnos nagyon... Nagyon sok embernek rossz, nehezebb az élete, keményen is, és másod-harmad állásokat vállalnak, mindenféle dolgok magnak. Na mindegy, ez így alakul. Szervusz, Szőke Bence! Kívánok magulja újul! Kívánok! Én egyedi vagyok, az így van, Gábor, az biztos. Gyetvai úr, bosszocs a hölgyeknek, köszönöm a megosztást, Szilárdok. Bosszocs a hölgyeknek, bosszocs az uraknak. Hölgyeknek kapsz egy zenét, mit szólsz hozzá? Uram, lebukott egy emberi kalackában, kár érte. Kiváló ügyet volt. És hol bukott... De figyelj, mert most sarokba szorítanak. Hol bukott le az az ügynök, amit Terence Hill jelentett a főnöknek. Hogy uram, lebukott egy ügynökünk. Na, hol volt? Ehhez erre válaszolsz, hogyha nem nézed meg a filmet. Tehát kapsz rá mondjuk 20 másodpercet, akkor le a kalappal. Szervusz, Áron, új vagy. Na, örülök neki akkor. Remélem, hogy nem csak új, hanem régi is leszel majd egyszer. Jó estét, tanár úr. Itt egy lelkes tanuló. Látod, Bence már köszön is a tanár úrnak. Kikérem magamnak, én itt vagyok nézőként és osztóként. Tamás, ez így van. Ezt most miért értetted? Aknai úr, üdvözöllek, mint szponzort! Így van, Tibor Gáriás, kiváló ügyök volt. Én Tibor Gábor, de már keverlek megint ideket. Szeretnék visszacsatlakozni hozzátok. Hova?
Bence, ho. Ki jön? Mikor szeretnél? Kicsit azért bajban vagyok, ismerős a neved, de nem, hirtelen nem tudok valakolva tenni, hogy mikor játszottál, meg erről a majd megbeszéljük. Megyek, mert csak a munkám, így van Lajos? Gál Bence, Gál Bence is új, hát igen, újak vannak, hát jó. Nem tudom, három hónapja láttad, tehát én nem tudom, mikor láttam utoljára, csak én sokszor. Szalonikiban, kérlek szépen, mert a Szalonikiban. Szabos a vég, Szabolcs, üdvözöllek. Hú, ha már CV-ről játszani Bence, akkor itt már gyanús a helyzet. Akkor szerintem már voltál, nem voltál. Boldog évet kívánok neked, hogy utólag is. Köszönöm szépen, Szilárd. Utoljára a bűnbadászokat láttam. Az is 4 napja volt. Átmehetsz az irodán is, röviden. Hagyok a munkából holnapra is. Igen, így van, Botos úr, nem szabad elkapkodni, mert aztán végén elfogy. 2020-a voltál, hát majd megbeszéljük, most hirtelen nem tudlak hova tenni, de... Már sokszor nem lehettél, mert akkor emlékeznék rád. De majd megbeszéljük. Mindent is lehet. Majd Discordon tárgyalunk valamikor. Amikor neked jó lesz. Fönn vagy Discordon? Hát hűm, hát jön Jeremy, de azt mondta, van egy kis dolga még, de hát ahhoz képest megint nem fog jönni szerintem. Nem voltál sokat, hát gondolom. Pingvin, hozz a tápot. Nem így van. Hozasd be kérlek a tápot. Tessék! A pingvin! Pingvin csak azért mondta, amikor a italt kellett felbontani. Na elég, két cselőhöz jöttünk, nem egy pingvinhez. Tűnés. Motó, mi mindenre jó a köles? Igen, de az a 4-2-4-2-ben volt, tessék? Hát nem egy kanári adag, az biztos. Ja. A mai motónk mi mindenre jó a köles? Ez milyen, hol volt ez? Ez a... Ismerkedés a tibeti konyhával. De nem volt motto. Vagy csak az mai témánk, hogy minden jó. Nem tudom, most hirtelen megfogtál, de szerintem ott nem mondjam volna, mondjam mottót. A motto az ott volt, hogy a mai... Nem, az nem is motto, csak ott volt. Ott is téma volt a szerelem vagy halál. Cefa. Ismerkedés a... Cefa. Hol van Cefa? Mi ott főztél ma Cefa? Hát ugye, mára semmit. Értem is a második fogás. Nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem az ugráló majom jobban bejön, mint a pofozó hordó. Hát, igen. Olyan opció is van. Kinek a papné? Szervusz Horváth Sándor, üdvözöllek! Szia Zsarik, és melyik jobb az Euro Truck Simulator 2? Mi? Ezt nem értem. A srác elkezdte összerakni a gépem. Tudod, nagy marha voltam. Igen, az voltál. Azt mondta, hogy full grafikán elviszi majd. Olyan 20 körül is hozzá. 20 körül is hozzá. Csak ugye az, hogy most egy gép mennyibe kerül, az nem tükrözi azt, hogy elviszi az eltést. De tudok neked olyan processzort venni, ami csak a és nem is nagyon nagyot, ami csak a processzor 300.000 forint. Ugye? Hát ugye? És akkor az nyilván nem fogja elvinni. Kedvencem az, akit bulldozernek hívnak. Az is jó. A Thomson porlasztóval. Hát hallod, nem nagyon telik a puttony, pedig azért nem, és nem pirosodik a terméshozam. Pedig nem is kisföld. Félig vagyunk, hát na. Mi ennek a címe, ahol kihajózik a tengerre, és Hill a potya utasa? Mi nincs? De jó volna, ha lenne. Kincs.
Itt van, Márk is tudja, és Márk is tudja. Szabolcs, köszönöm a követést, üdvözöllek. Nekem a Viewba leszek a kedvencem, hát ez is jó. Hát én nem tudom megmondani még a kedvencem. Hát ezek nem láttam egy-két mindent, tehát nem vagyok akkor nagyon rajongó. Hát ez a Spaghetti Westerneket annyira nem ismerem. Nyilván az Aranyos a lyukában, meg az Örök jobb és bal közé, meg ezeket az ismerem, de már akik Csizmában halnak meg ilyesmi, ezeket már nem annyira. Egyszer-kétszer lehet, hogy látom, de nem vagyok benne otthon. Jobban tetszenek ezek a American Style verziók. Meg a Banános Joe, meg egyebek. Nem a Puffin is, a Puffin, Bence, a Puffin. Dude Road, te lehet, hogy nem a legjobb helyen vagy itt most akkor. Ilyen névvel lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem nézi, olvassák. Ja, fék, vagy csak fék Dutra utáló. Ja, várjál, most akkor nyilván most már kezd összeállni a kép, de csak a Dutrát láttam azóta nagybet is. Jó, oké. Okay. Így már tisztább a sor egy kicsivel. Pauli Kór már nyomta is a Puffin Marmalade matricát. Így van, Puffin ad erőt és mindent nebbi rakod, melyik a YouTube-osok nem látják szerintem. Ugye, nézem, ezeket nem viszi át szerintem a... nem. Ezt nem írja, nem, egy Puffin matricát küldt Facebookon. Paulik úr, de ezt nem látjátok. Mindent bele fiúk, holnap lesz a moziban, legalábbis nálunk. Az is jó. Hát, az is nem a kedvenceim közé tartozott, az jó párszor láttam, vannak benne jó jelentek. Hát, fáradt vagyok kicsit Szilárd, de meg vagyok. Nagyon sokat aludtam az elmúlt egy-két éjszaka. Lányom beteg volt, azt éppen nyomon fölébesztett. Árulja meg kedves nézőknek. Pakító is szereti a Puffin Lekvár? Kérdezze csak meg tőle. Árulja a kedves nézőknek Pakító, te is szereti a Puffin Lekvárt? Én csak a papagájcsajokat szeretem. Na, ugye? Megválaszolta. Hát volt ilyen is. Na de viszont ezt a kukoricaföldet még azért darabig csiklandozunk szerintem. Azért halad. Belefér szerintem a puttonyokba? Nem. Szerintem bele. Vagy hát ki tudja. Lehet fogadni. Tudom, hogy aki fogad, az veszít, és mindenki nyerni szeret, de megadom a lehetőséget, hogy fogadjunk 5 centbe, hogy belefér vagy nem fér bele. Kombájnokba a kukorica. Hát, gyanítom, hogy nem. Szervusz, Kelemen Bence, üdvözöllek! Pakító csak a papagájcsajokat szeret. Így van, Márk. Ah, na ki nem bír meg magával. Köszönöm a megosztás közben Brigittának, üdvözöllek, mint szponzor! Vele félek, asszonyom! Szóval mondjuk az örök okulista. De ha nem fér bele, akkor egy ültödben megeszed 15 kg nyers alatt, mit szólsz hozzá? De mondd, hogy rolótámadás a te hangod, mélyebb! Nyugalom, ez egy szép nap, nem igaz? Az ajtó. Oké, Mónika megeszik 15 kg nyers alatt streameli. Hogyha nem fér bele a kukorica a két kombányba. Szerintem már is készíted. És mibe, hogy nyersen akarja. Ezt a földet TC 4K-val vagy rába 15-tel kéne szántani. Hát Bence, előtted a lehetőség. Szervusz, Balogh Gábor, üdvözöllek! Mi az a veteránok találkozója? Te is régen voltál, mostanában nem.
emlékeim szerint. Ha az a Balogh Gábor vagy, mert ugye Balogh Gábor azért lehet több is, mert egy gyakori név. Az a baj, hogy nem látni, hogy Gábor gazda meddig van. Ott van fenn a bal felső sarokban, nem látjátok? 94%-on van. Monika remélében én nem hiszem, tehát én nem bízom benne egyébként, és ahogy haladunk előre. Gábor szinte megtelt, 96%-on van és 89-en. Esélyek. Ha nem fér bele Cappuccino, persze, Vaulik úr. Én arra fogadom, hogy nem fér bele. Ha belefér, akkor ez Cappuccino. Jó, ha nem fér bele Cappuccino, ha belefér, akkor meg tártat el. Jó, nem. Áh, para úr, itt az elveszett báránykánk, hiába várunk rá két óra osztálya, nem baj. Akkor gondolom, farmozunk. Gábor szinte csurik. Már a tetején folyik ki. Az élő felirat kitak... Rényleg. Hát akkor így jártatok. Gábor most telt meg. De jelentem a lásom. Boldog új évet neked is, Gábor! Ki kell kapcsolni, hogy sok hóbele van ott szerintem ott fönt. A 98... Hát figyelj! Mónika! Sajnos rossz hírem van. Szóval akarja engedni az enyémbe? Nézd meg, belenged az enyémbe. Leadásnak okája. Hát ez csufos. Mónika, ez sajnos csufos. Hát jó, itt voltunk már a kb. 7 óra óta. Elmegy a kombájnom, hilfe! Fuss, Muli, fuss! Hát igen. Hogy indul? Hát gépi segítőt alkalmaz, az igen. Én már nem is vagyok jó. Van ekkora rassad. Magadnak. Csak elmentem a izéért, cuccért. Elmentem a traktorért, kérem szépen. Jó, hát akkor még azt tudod cserélni, mert itt már nem terem Bobér ennek a fajtának. Ismerem, hogy szép az állat erre, még úgyse jártam. Úgyse, mint Gábor, tököm babonát. Elvitt az összes filmet az új AC eredménybe. Jó, hát... Azt sem szerintem, nem vagyok a főnökön. Parál, azt sem szerintem, mit akarsz. Már láttam, Mónika, így. YouTube-on lehet látni. Lehet látni, ezért a maticát. Nem hiszem meg, és én nem láttam. A méret a legnagyobb. Lába lúdtalpas. 47 és feles. Hát igen, Mónika, hát ez nem fér bele. Miért kérsz? Tutti frutti karamell kávé. Van vanília. Folytassad. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé. Remélem, hogy ebben a sorrendben mondtam. Ez jó volt, Gábor szaladt. Az futott, látod? Szebbet, jobbat, szervusz, Szabó János, üdvözöllek, régen láttalak téged is. Cappuccino, jom, nem fér bele, úgyhogy cappuccino, hát ja, majd mert csinálok, de egyelőre hazarongyolok az asztalt lecserélni. Mert jobban jártam volna szélesebb hídon, mert itt nem fér át. Átfér! Hogy ne férne át? Na, mondom, hogy ne férne át. És ha megmossa, mit? Egy kis pisztáciával kéri már. Hát igen.
Te hogy bírod a piát? Az elsőt itt... Jaj, néztem angolul is ma, képzeld el, és... azt hittem, hogy itt a magyar szinkron sokat tett hozzá, de nem. Szinte tükörfordításban nyomják. És itt a hogy bírod a piátnál, ugye az első ötlitert nagyon jól, aztán a hatodiknál elkezdő kötekedni, ez úgy szólt, hogy az első gallont nagyon jól. Tehát, szerintem az úgy még jobban hangzik, nem? Hogy gallomba. Tehát nem is az, hogy ilyen apróságokra, hogy első decit, vagy fél decit, vagy litert, vagy egymű gallomba gondolkodik. Az első gallon nagyon jó. A pisztácia kifogyott. Így van, csokoládéban nem is volt. 47 és feles a lába, és, ja, és ha megmossa, akkor még nagyobb. Megdagad. Ez igazi, ja. Az első gallont, nagyon jó. Hát, nagy filmek ezek a játék. Belegondoltok, hogy már hány évesek is, és még mindig azért ott vannak a porondon. És az a legjobb az egészben, meg a legszebb, hogy gyakorlatilag, ha úgy érted, verekednek benne, de senki nem arra emlékszik, hogy itt bántják egyik a másikat, meg hogy agresszió, meg ilyesmi, hanem az, hogy vicces, nem arra emlékszel, hogy fejbe vágja az üveggel, hanem hogy mit kérsz? Whiskyt? Ez jó lesz? Igen. Azzal vág a fejbe. Tehát, hogy a humorra emlékszik mindig az ember, nem az, hogy betörik a feje, vagy valami, hanem kiköpi a fogait a rulett asztalba, meg tehát ilyenek. Én japánul nézem, mivel Japánban lakok. Hát a nevedből mindenféleképpen gyanítottam. Nekem van egy ismerősöm, aki Japán... Nem, ez Kínában lakott, bocsánat. Most Malajziában ment át. Most homályikhez megyünk? Ha? 18. 18? Olyan nincs, 16 van. Akkor 16. És utána 38 lent. Jó. Áh, Darányi úr! Üdvözöllek, mint szponzor! Nagyon jó, értesítők vannak ezzel kapcsolatban is, mi a mindenféle csillagérték függőben, hogyha az van, meg amúgy is vannak, de... Na majd, ha tartósan velem leszel, az valaki küld, akkor majd látod, hogy mikor vannak. Azt mondja, Isten nyugasztalja a Bud Spencer-t. Hát igen, mert jó ideje meghalt, de 16-ban ugye. De emléke az még elég sokáig élni fog. Igen, még hogy a fogait kikövél. Ja, igen. Csak a fogomat ne! Hát, hol vagyunk? Tovább. Tovább, mert ott van. Csak benéztem, mert 0-3-0-kor kelés, tesz egy szimmetrikus zám. Azt nem tudtad, Darányi úr, hogyha nem kerek számra állítod az órát, akkor kipihentebben ébredsz? Tehát, hogyha most is 3 óra 30 helyett 12 órára állítanád, akkor vagy nem egészen 12 óra 13 percre, sokkal kipihentebben ébrednél. Az egész világ egy hatalmas vécécsésze, barát. Jajjaj. A mai WC-k megbízhatatlanak, össze kell törni mindent. Az így van. Vá, megkép is összetört az ég. Csak a számlámat, ne, számlálat. Mi még, Darányi úr, nem értelek. Ja, mindegy, ez ilyen vicc volt, hogy az, hogy ha nem kerek számra állítod az ébresztőt, hanem 6 órára, nem például 11-17-re, ugye akkor sokkal kipihentebben ébreszel. Persze, mert ugye nem azért, mert páratlan, mert azért nem kerek szám, hanem azért, mert 4 órával később van, mint az előző beállított időpont. Tehát, hogyha 3.30 helyett 11 óra 32-kor kelnél, akkor sokkal kipihentebb lennél.
ők ketten olyan hősök, mint Hofi és Tom és Jerry. Megunhatatlanok, hát igen. Kicsi a tét, a kedvem sötét, nem bírom a szellemeskedést a streamre ma. Ah! Hogy is beszéznek téged, Stanislav? Stanisnak vagy? Vagy Staninak? Stani, nem? Vagy mit mondtál múltkor? Próbálom megjegyezni, de elfejtettelek. Stas. Dávid, Josif Stanislas úr is megérkezett, üdvözöllek. Hozom be a kalapácsot. Oké, Sándor, hozzad? Leesett, oké, na így van, Darány úr. Hát, neked elnézem, mert éppen nem sokára kelni fogsz. Inkább jöjjön a kapucsomot kéne készítenem jut a szembe, mert aztán még Botos úr fenéken billent, vagy kireklamált, hogy nekem nagyon. Nem Botos úr, mint aludni ment volna, valaki más volt az ettes. Vagy nem-e? Hol van? Hol van a cappuccino? Cappuccino-tól írtátok? Na már nem találom. Paulik úr volt az elkövető. Jó, emlékeztem, hogy Botos úr már nyugovóra térni indult. Na, akkor még Paulik úrnak kedvéért hoztam be, porrat hoztam, F1-es porrat hoztam most be. Na, akkor kapcsoljunk a kapcsolnivalón. Aztán zúzunk egy lájtos helytongával. Megérkezett. Újra itt van Gábor gazda. Megérkezett. Csak a kombány van ott. Még. Dupla kávé? Hát nem dupla, szimpla. Az is lájtos. Szállítom a kukoricát éppen. Na jó, fúvaros. A fütyörős kanna. De a némi csamdarány úr magam, vagy elviseled a kínokat. Vagy lehakír a streamet. Lehetőségeid vannak. Nem szép dolog a kisebbet belenyomni, pofával belenyomni egy tortába, főleg nem az én tortámba. Úgy van. Dupla Gávi Gábornak, hát igen, neki lehet. Jéééék, dupla viszkivel, ezek Botos úrnak gondolom. Meg ezért Antal még a nagy viszkis. Kedvenc nótája lehet, hogy ez a kedvenc nótája, ezt nem tudhatom. Jaj! Szétszedtem a kávéfőzőt, gyorsan. Még éppen időben. Mivel kihúztam a szívócsövet. Tej szívócsövet! Nem tudom, arra éppen érzi. Majd várok egy kicsit. Jaj! Na csinálod, vagy megvárad, még durla az rúzsdi a tüdőre át. Van egy pár, nem kell aggódni rúzsiból. Na jaj, mindjárt már kicsit emadattam. Milyen járvőid vannak? Modernek vagy ilyen? Lehet, hogy is van. Most modernek, de felváltoztattuk ezeket művelni. De most egy ideje modernek vannak. De vannak nagyon jó retro gépeink is. Majd egy retrósabb maphoz jó lesznek, majd váltani kéne mapot, csak mindig csak húzzuk alaszok az időt, meg a lehetőséget, tehát. Majd jó van az, majd valahogy esik úgy puffa, már most nem is tervezek, már sincs idő meg energiám. Majd akkor, hogyha eljutunk odáig, meglátjuk, mert lehet megint megkeresünk, nem tudom, T14K van-e. 19-ben nyomtuk még a T14K-s csodacsapatot, tehát az odavert, még akkor még többen voltunk.
Oké, nagy család, azt olvastam, aki barátot talál, kincset talál. Hát ez nem minden esetben igaz. Hát attól függ, milyen barátot találsz. Ugye Gábor, olyat, mint én, akkor... Hát... Akkor necces. Papácska, elfogyott a vaníliás cukrom. Azt a gló! Akkor eszünk majd rokémmel. Velem nem lehet csak úgy. Mondom neki az asszonynak, hogy hozzon, hogy javasl, nekem kell neki menni. Lukács, Pisti, köszönöm a csillagokat! Szép játékot, jó játékot! Ezt nem olvassa föl a hölgy, mert csak 100 főt olvassa. Szép estét! Tajuk a jó játékot, köszönjük szépen! Van egy nagyon emancipált nő személy, aki szolgai módon felolvassa nekem az üzeneteket, de sajnos csak 100 csillag fölött hajlandó rá. Tudom ajánlani a No Man's Land mapot, nem láng az land. Gondolom, hogy autokorrektor kijavította. Na, oltadottam, azt mondja, hogy a MOA, kivaratlan, ott adottam. Üdvözlet, ugye ezt a részeszak, vannak retrók is, igen, szokott lenni. A Servus Medve úr, üdvözlek, mint a Sponzort. És köszönöm, megosztás, Dutenko Dávidnak. Dutenko úr, üdvözlöm fedélzeten. Ott tartottam akkor, hogy itt, ahol Balázs, milyen kávéfőződ van? Van Philips, hogy tudom én. Nem tudom, rám van írva a sorozat, akkor elmondom, de nem látom itt. Philips. Találni valami hasonló hirtelen felindulásból. Jó, elég régen megvan, hogy 3 éve körülbelül vettem karácsonyra. Valószínűleg nehéz ezt megtalálni. Hát de... De szerintem pont ez nagyjából. Azt mondja, hogy... Ilyen. Semmi csicsa, semmi LCD, de működik még mindig. Viszont tartós, kerámiás, mindenes. Tönkre, hogy veszünk másikat, egyelőre mi jó bírja. Na, nyilván ezt a kávéfőt, ezt az ébresztőt, így van, a Darány úr a hangját el tudom neked küldeni, gondolod, csengő hangnak berakhatod. Önnyegában nem azt a követtem, mint én. Ja nem, én nem azt követtem, mert a másik oldalon vagyok már. Egyik a másik oldalról, mert nekem kell átállítani. Ezt a Lukács Pistét olvastam, csillaggal küldtem, Omeszlandot olvastam. Legyőzhetetlen, így van. Utána kurva köszöntem, igen, javít a piszok. Mert olyan ez. Szervusz, Gárdony Zoltán, üdvözöllek. Petrika úr, az Isten áldja meg. Neked most volt szülinapod, vagy csak a fake accountodnak volt beállítva január 1-re? De úgy tudom, hogy nem. Nem most van a névnapod, a születésnapod. Na, azt mondja, Darány úr, hogy telt a napod? Mindig, mint átlagosan. Hát, kicsit a fűsenőt ma, de amúgy meg voltam minden. Nem is bántam, mert elég ére voltam amutálva reggel. Na, hiányzik belőle a cukor. Nem baj. Szervusz, Dávid, üdvözöllek. Iván Péter.
Kukkelman. Jeremy! Remember. Oh, kom és pellen! Vispellent ott Drient Vintig úr, Jeremy, cirka. Gondoltam rá, ahogy behalt az egyik. Köszönöm, Dorányom, köszönöm. Egyik gépű mondtam, és Tai már morog. Oké, Jeremy, komje. És azon játszó eszméletlen, hogy milyen szabadságot az a fantáziának hátja. Nincsenek földek, nincs semmi. Senki földje. Ugye lefordítva azt a mapot, igazából azt annyit tesz és annyit jelent. Hogy mi meleg volt most, Gábor? Nálatok is? Nálunk nem, nálunk nagyon nagy köd volt egész nap. 15 fok volt, basszus. Volt 5 fok meleg, vagy 5 fok volt összesen, úgyhogy annyira nem volt jó idő most. Daranyul magad teljesen kedves, ezt mindig is gondoltam. Ha bedőlik egy gép, egyből rám gondolsz. Ez megfizetetlen. Maximilian, köszönöm a megosztást, de régen láttalak. Eléggé szomorkás volt ma a hangulat. Kicsit szomorkás a hangulatom már. Nálunk 15,7 van, nem csak mondtam egy számot, de nem, szerintem nálunk is kb. Asmi lehetett, mert nem azt veszed aláink. 15 csak úgy bebifrászol, hogy körülbelül annyi volt. Nem mértem 10-et pontosan. Tegnap előtt szép idő volt itt is. Meg tegnap is viszonylag még, de ma az szörnyű volt. Meleg ágy a bacillusok terjedésének. Hát igen. Tizenhármas unta meg a bajainkat. Hát ez nem csinálom. Bajaiakat, na. Na jöjjök, nem értenek a lelki világához. Ez a mi földünk, ugye? Nem. Nem? Akkor hogy betrágyáztat csak? Egész jól adja. Zöld. Akkor aratás folyt köv, vagy nem, nem maradtunk. Hát 21-es mondjuk a miénk, azt mondjuk bele dolgozni, ha akarunk vele valamit. De a 38-ason van még szója ugyanígy. Jó, az tiszta sor, csak hogy majd már előre gondolkodok. Hogy mit műveljünk. Mert jön Jeremy is. Jó, alszunk a 20-as, 27-es be fog érni. Csak hát lehet, hogy a 21-es beműveljük előtte. Ááá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 á
kicsit halk, vagy nem tudom, de... Nem baj, hangosítani lehet rajta, legalább most még lehet, mert csak... Ja. Now, farming is starting. Farming is starting. This year is 23. Mm-hmm. Can we hear New Year? Maybe. Thank you. Well, look, New Year. New Year? Yeah. Okay.
Happy New Year! Yeah, Happy New Year! That is here. This old game, this... Oops, ezt letettem. It's not 23. Hmm. 23. This game is 22, man, this is 23. Mm-hmm. 23. 23. 2023. In Hungarian 2023. 2023. 2023. Now come on, 26, 7, 8, 9. Jenny. Yes. I'm back. Oh yeah. Jeremy arriving. Opa. Na. Szervusz Kovács Szabolcs, üdvözöllek. Pálinkás Tamás said, hi Jeremy. Ez van, önsé, neki pálinkát adtam, megjavult, öncsé, ahaja. Balázs, nálunk nagyon jó idő volt, mert a teraszon kókányolás közben izzadtam pulóvert. Szervusz Szabó Donát, üdvözöllek. Hova kerültem már ezokba itt? Itt van valami terepralli van. Köszönöm a megosztást Lénárdnak. Üdvözöllek a cseten is. Köszönjük szépen. That is first. We are harvesting 38, field 38 at north. Harvesting soybean, maybe. Ez a szója? Igen, yes, soybean. Which field? 38. 38, okay. At north. Yes, 2023 tajnak 500 fontos remény. Boldog új éveteketek és bőjtös úr. Oh yeah, I'm coming. Okay. Hang in. More power. Need more power. Need more power? Full gas. Gas. Which is gas? Spitzball, I said. Happy New Year for Jeremy. Thank you, you too. Nem mondom, mert ha beindul a igen, igen, a volt az olyan szokott lenni, hogy ha beindul, akkor beindul. Nagy forma ez a Jeremy. Ja. Nem tört, hogy a holland, úgyhogy néha úgy fest, hogy nem veti meg a jó dolgokat. I'm coming. Mindenféle zöld leveles dolgokat szerintem simán náluk lehet. Oké, congratulations! Legjött. Azt mondja, run, na melyik filmből van? Mi? Micsoda? Ez filmzenében van? Vagy milyen run and run? Ez a, szerintem a nyomás utána. Hello, Puskás Gerg, üdvözöllek, szervusz, Boros Christopher. 38. Come on. Rich. I'm drunk. Oh, are you drunk? Turn around.
God bless you. Na jó van, hogy ezt is tudod. Hát, hogy ne tudnám. Oh my god. 2000 years later. Kezeket fel, te is te bána. Tedd fel, ha nem akarod, hogy a rossz fiú kicsi. Hát, nem teljesen így van a szöveg. Állj! Kezeket fel! Te is de dagadék! Azt a dagadék volt még. Volt izé is. Te is te... Mi volt még? Valami állat volt még. De mindegy. Ezer éve láttad, jaj, hát... Én is. Gorilla volt. Csugrál az ajtót, gorilla. Te mondod, te hangod mélyebb, ja? Nem laj, hát ezért volt, gorilla volt. Mi ez? Hagy más bab? Nem, krumplis hal. Most nem érdekel a zsaruk, el vannak foglalva. Nagyban keresik a két eltűnt holttestet. Ha nem kapcsolt ki a szirénát, az egyik holttestet egészen biztosan meg fogják találni. Ez jó. Mi van? Miért nem akarsz kijönni abból a vécélet? Tehát szorulásod van? Jó van, de én japánul nézem, és... Ja, fordítani tudod nagyjából, értem. Hát nézd magyarul. Szerintem sokkal jobb. A konnichiwa! A taxiba, mi? John, I'm hot. Yes. Tudjuk, a fobágós DLC megvan. Neked kérdezed, vagy állítod? Nekem semmilyen DLC nincs meg, csak a Platinum Edition. Azt is kaptam. Azért be van írva a hashtagnek a izébe. Azt hiszem végre, na mindegy. Nagyon nem szeretem, ha valaki a kajámra pályázik. Nincs ott főre meg az enyémre, hanem aki fogad, az veszít. Ugye onnan indult minden, én meg nyerni szeretek aztán. Soha nem fogadok. És főleg nagyon nem szeretem, ha valaki a kajámra pályázik. Mikey time! That was so not right! Yes, Percy, a Green River. Az olyanek, de már most valósan már elköszönjük tőlem, mert már ugye 40. Steam lesz, az új rekordot döntött, mert 20 pár volt eddig a legtöbb, 19-ben. Vagy valami új mapot kell keresni. Kaptam egyet tesztelésre, azt már szerintem olyan régen kaptam, hogy már nem aktuális. Sörvésli verseny, aki jobban bírja, az nyer, azzi az autó. Igen, hát a jelkedet dönten nekik. De most kivétel teszek, így van. Ha rá tudsz venni, hogy felmegyelek. Egy ültőhelyben megeszem ezt a 15 kg nyersanat. Oh, hello! Herein? It's me, Mario. Babot szedünk, így van, Péter. Kérem egy kis hogy ma hozzá. Hey, Mikey! No, Mikey! Can you see me, Mikey? Yeah, yes. Your back is lighting.
Hát ennyien gyorsan recsipje egy gyűlökszik is. More power! Need more power. Oh. And go. Na, azt mondja, egy csokoládé és pisztáciával. Hát ez az jó összeállítás. Nagyszerű választás. Csokoládé kifogyott, pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt. Uramisten, ezt a két állat lesz az után... Micsoda? Uramisten, ez a két állat lesz az utánhatatunk. Nem biztos, hogy így van. Ez csak fordítás, amit nagyjából tudok. Gondolom, nincs kettő lényeg külön volt, de most érte nem tudom, hogy melyik részre gondolsz. Nem primitívek, állatok. I'm sleeping. Oh. Da 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 This April in the game. Not good, this January. Attól el fognak gázosodni mentek a gépek, hát ez... Legalább fölfűrik a kereke, úgyis kicsit lapít. Mondjuk ennek pont hevedere van, de mindegy. Hácsosz, mondjuk ballonos. Amerikaiak! Kecske, kicsi kecske, lesz egy kis tejecske, a pici seggel, feszeske, finom tejecske. Next. Amikor végeztek minden, alszottak játékon belül, vagy ezt nem, de szoktuk. Hát és tök mindegy, most megy ilyen egyesen felesen a sebesség, szépen végzünk mindennel, azt amikor úgy alakul, akkor alszunk, azt akkor egyszerre betermeli ezt az időt, az kész. Igazából akkor nem érdemes, hogyha iparban meg ilyesmi, mert akkor ugye a alvás miatt hirtelen nagyon lesz a túltermelés. Megállnak az a gyárak. Én mondom, hogy banzáj, Sándor. Banzáj! És kérdezni nélkül, igen, az azt jelentem, hogy behívják a két klónt és leülnek enni. Ami a külsőséget illeti, úgy is van. Mindegy, de kicsit mint a primitívek lennének. Aztán utána, amikor elkezdenek ugye kibontakozni, akkor ezek nem primitívek, állatok. Ezt most a részre én is elmészek teljesen. Ezek a maga ikrei? Hát ez Thatcher asszony. Alacsony a szál, Jeremy, úgy hallom. Igen. Afterburner, Jeremy. Sok volt a kanabisz. Pardon. Pardon. Have you smoked my cannabis? Sorry, pardon. Pardon. Ez a kamion, milyen kis, el akarunk menni vele. Hova? Azt kérdi, hova? Szerbusz, Deli Dávid. Hát, Gáborral, meg Jeremyvel. Lassan megtelik. Ki hogy áll? Ó, csak én telek meg, akkor jó van. Akkor belefér a másik kettőbe. Meg van, a traktort nem hozta, akkor... Ott a traktor a föld szélén. Melyik szél? Ah, nekem takarás volt az fától, de most már látom.
Jó, és na. Master. Szerintem firát. Now I'm spend the game. Nice. Gondolj csak meg a... Are you me? Miért véded ezt a barmat? Mert ez a dagadt barom a bátyám. Jeremy, hogy nem Darcot nézi, szurkol Van Gevernek. Jeremy, do you... Hogy szokták a szokott? Do you like darts? Darts. Darts. It's a sport. Oh, darts. Darts, yes. Van Gerwen. Van Gerwen. You... Van Gerwen. Van Gerwen, yeah, yeah. He playing better at the moment. He's playing at the moment. Darts. Yes. Yes, I'm like. De hát Jeremy nem nagyon sportember, mert Forma 1-et se nézi, pedig ott van neki ugye a faluja belidézőjelben. Darts, hogy se nézi, hát. Nem egy sport rajongó. Oh. Anuló harcolni megyünk, így van. I like darts. Aha. I like too. Nice. And 180! Yes, 180! A puma. There are very funny transparency. Mutasd meg neki a páncélautó. Jaja. Elődöntő van. Hát mostanában én sem néztem Dászot, pedig én is nézegettem. Régebben volt még egy kedvencem, a curling, nem tudom, az ki ismeri. Már beszartam a rögést, amikor láttam. Először, aztán utána is persze. Ismert Gábor, mi? Do you like curling, Jeremy? Curling. A player threw a stone. And two others cleaning the root. Hogy az után. Into a circle. Through a... nem dobja végig, sem csúsztatja. Slide a stone into a circle. Curling. One player slide a big stone. In ice into the circle and two other player is cleaning the ice front of the stone. Look after that curling. Négyes földre még rá lehet küldeni Jeremyt. Oh, yes. Aha. S-U-R L-I-N-G curling. S-U-R L-I-N-G curling. Most gek aan het. Do you want to harvest field for Jeremy? Mi van? Barley.
Barley! Mi az akkor egy csinálják a 21-est? Field number 4. Oh, yes. Ah, pasó úr, üdvözöllek Twitch-en, köszönöm a rédet. Mikor ültettek marihuánát? Hát yes, nem tudom, ezt specialistát megkérdezzük, Jeremy-t. Let's go, people. Bye-bye. Ha jól látom, az egy kékre színezett fejtraktor, nagyon jól látod, Balázs. De van piros is. Na, na? Kicsit New Hollandos megjelenésű, de... Mit csinálják a izével? Gondolom eladó. El kell adni. Nézzed, hogy hol drága? Mindjárt megnézem. Nem. Szóval, hogy... Szóval, babe. 1500. Gabona elevátor. Hol van? Itt van. Mafia Hunt szereti, hogy más volt, közöllek. Hogy az igazságbajnoka vagy? Az erény, mint a képe, hogy hát mafiát vadászod. Akkor ott adottam, mikor én az ágyes sportot szeretem, darányúra, ezt úgy általában sokan szeretik. De nem mindenki műveli perfekt módon. Mutasd meg neki a páncélautót, így van. Mikor ültetek majd veled? Ugye az a helyzet, hogy ugye ez Jeremy a szakértőnk Holland révén. Nagyon ért a szakmához. Banános, jó estét! Üdvözlök Antal, mint szponzort! Elmindulj az zenek. Mi van az zenek? Majd most. Jó lehet, hogy megállom, amíg ott. Na, nagyon jelenében van ott a 4-es földön. Szerintem már túl van a napi adagon. Ripipiririm. Let's go. Come on baby, let's go party. Yeah. Jeremy szereti hagymás robot, hogy ne? Meg a krumplis halat. De leginkább a marihuanát. Meg tudja különbözteni a marihuanát a petrezselyemtől. Jó, már túl van a tanfolyamon. Csak azt kell megtanulni, hogy kell vezetni 360-nal, és szerintem azt jutom, hogy stúl van. Hát nem így. Igen. Jeremy elvaj, elszorkoztatja magát, hogy a hangulatban van. Hoppá! Fixed ring. Hoppa. Én szeretném az én zenémet meghallgatni, ha lehet. Hogy ne lehetne, amilyen megkeresem. Brandstegrian. Take that 23 hours. Oh yes, then... Look at my GPS, mindjárt beállítjuk. Bom, pra, pa, pa, ra, ram. Meg a doktor is táncol, ezt nézd meg, Antal. Hozzá se nyúlok.
Hoppá, zsibbe akadt. Hát Dinamo úr most egy kicsit maga alatt van, úgyhogy nem biztos, hogy jön. Egy nagy tragédia érte aztán. Nincs virágos jó kedve. Let's go! Keep going! Mindjárt let's go on! Ez nem most mondja, akkor egyel később mondja. Harajn, harajn! Ehi! Mario! Cannabis Brothers! The Essen Brothers? Mire maradtál le? Nem tudom. Szervusz, akkor Balsik, jó estét neked is. Back to the future. Da 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 tam tam tam. Back to the future. Most össze lesz gó majd. Ugye, ugye. Előbb-utóbb csak összejön. Yum. Spend me. Mint a Dedó lennék. Na látom, hogy így 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 így. Az Arkham Okronát, így van, de nagyon két tud vacakolni. De most kell elhakítanom Jeremyt. Nyomja Johnny Deert. Még vissza, mert be kell fejezni a munkámat. Na, akkor gyorsan. Jeremy, úgy látom, jó a cúsz, de a trej... Ja. Kicsit a kutyám Jerry jut eszembe róla néha. Szomlán! Jó, amit akar, akkor majd szólja Gábor, lejövőbetöm, mert még lehet, hogy hallani fogom, ha beszél. Úgyhogy a Jerry az oda megy a rendőr, most nem tudom, hogy hogy hívják, aztán... Ez biztos kiszagolja a kábítószert, úgy néz ki itt, aki... úgy néz ki itt, aki szeri.
szerintem 12 méteresen hagyta azért ugye a rozsdás bökült a sáv szélességet. Nem passzom, ugye ez a nagy asztalhoz van állítva ennek a GPS-e. Mondjuk lehet, hogy már te tájt hogy teszem be. Hát, 6,1. Mindegy. Rálunk. Na! Szervusz Klem Nándor, üdvözöllek! Kovács úr jól szórakozik. Musince, ha még lesztek később ők. Hát, már most nem növeszünk szépen sokáig, mert nekem holnap melló, szedik fára szólt a napom. 11-ig terveztük, de az mennyivel nem fog összejönni. Úgyhogy legfeljebb fél 12, de az már tényleg nagyon legfeljebb, mert nekem holnap meg én melló, és tegnap sem aludtam rendesen, mert Gréta beteg volt még. Jerry, jó hangot, ez biztos, ez biztos. A bajta úgy hallom azért. Még nem. Most jól van, mert játszik. Ez egy jó mutató a gyerekeknél, hogyha elkezdnek játszani, akkor már jobban vannak. Most tegnap már azért nem volt annyira, mint tegnap előtt, hogy hányt is, meg minden, tegnap csak egy kis dal. Merány, most már nem hallom, mit mond, mert lehakította meg a zenebodába, vagy nyomják nekem a copyrightot. Azt mondja, jobban este, mert átadom. Azt mondja, Márko Gamer, szervusz. Molnár Monika, azt mondja, Intel, i5-11-7, melyiket veszel? AMD Ryzen 7 5800 laptop, nem? Egy kamez is. Basszalom. Nem tudom. A Ryzen olcsóbb, akkor azt. Ízlések és pofonok teljesen mindegy, inkább a videókártya számít. A processzor az tök mindegy. Mind a kettő elég erős. Hogyha a játékra kell, persze. Szervusz, Holy Csúr, üdvözöllek, mint szponzor!
szépen, erőt megvizsgálok, kívánok, jó, próbálom átadni, amíg ébren lesz. Nekem is az volt két kicsi, mert beraktak a disznótoron, hát ez egészen más. Én közben rámentem valami aknára. Bála volt, ja. Szervusz Puskás Márton, üdvözöllek! Majd az 5800-as az régebbi generációs, mint a 11-es 11. sorozat Intel, azt hiszem, mert az inkább a 10-esnek bratyja, hogy van ez. Ötös, kiért a AMD procikhoz az ötös generáció, abból a internet melyiknek felel meg kávé. Lehet, hogy hülyeség összehasonlítani, mert Gréten a 5600X-et vettem aztán most, de... Hát talán para meg tudnám mondani, de... Ez elég régi technológia idézőjelben, de faliba veri, úgyhogy tök mindegy. Mindegyik jó. Mert 21-esen mit művelsz, tárgyázol, akkor viszek valami tárcsát. Szántani kell. Akkor ekét. Tam-taram. Tam-taram. Mivel Jeremy? Itt van Jeremy Blantfield 21. Yes, 21. Valami legyen, repce. Kanola. Mindegy. Mészebe van szorba, meg trágyával is már mind. Minden van már. Jó. Mi a szélessége, ugye kiderül. Látom teljesen. Majdnem két kocsi trágya ráment erre a földre. Hát akkor megtárcsázod, vagy... hogy ez a szántásba viszi a... Vettel Jeremy a napot, nem mert közben állna az őr, úgyhogy... akkor majd... szólj, ha kérdezősködik. Egyszer meg közlöm vele, nem rakjam be zenét, mert copyrightos nekem. Nekem is érzett az órom magas vérnyomás, de most megpróbálok tápíz nélkül kihúzni az évet, tavaly sok volt. Hát... igen, nem fizetik jól a tápíz, az kétségtelen. Boys
Kettő vagyunk akkor, hát igen, de is meg is vízik az orrod. Biztos, felítsök. Hát a 60, hát mondjuk az első 15 napot még, az még jobban, de... Planting... Field 21 with canola. Jeremy, I can't hear you. I muted you because your music make me copyright alert in the stream. Látom, elgértettem, mert lejjebb vette. Vagy mégsem. Nem nagyon. Nem hatja meg. Nem baj. Majd írásba közlöm bele. Ez nem hallja nagy így sajtó. Szervusz, Kemisi, üdvözöllek. Történt. Gyenge ez a traktor. Hozzik el az ődet. Nagy piros, az gyorsabb. Hát 28-on mentem így megy. Úgy a zöldet. Ez szavasz adt ezt. Általán én mondtam neki, de hát... nem tudja ez mi a jó. Kellemetlen egy kicsit, mikor váltról elcseppen az orrom vére, főleg ha dolgozok. Hát ez pláne. Főleg, hogyha pék vagy. Vagy valami élelmiszer területen dolgozós. Plantain canola, Jeremy, please. In field 21. Lenny egy kérdés. Oké. Szervusz Kovács, nem kategóri? Természetesen nem. Minek? Kit akarsz moderálni magad? Ezt moderátor rang nélkül is lehet. Szóval szerintem én lépek, mert holnap pedig hosszú napom lesz. Szóval jó, tehát lassan mi is lépünk, Balázs, úgyhogy legyél egészen nyugodt. Meg remélem, hogy jól érzed magad is. Jössz legközelebb is, bár nem reformozunk. Sőt, valószínűleg holnap már nem azt fogunk, de remélem más is érdekel.
Miért jobb bérelni gépeket, miért veszik meg, miért nem veszik meg, ugye? Azért, mert olcsóbb. Már most ugye van lóvénk, jobban meg tudjuk tenni, de ugye a bérelt gépeket akkor érdemes bérelni a gépet, ha nem használjuk sokat. Ugyanis a bérelt gépeknek van egy minimális alapköltsége az árához képest, meg van egy bizonyos fenntartási költség, ami megint nem túlzottan sok, viszont van óradíja is, ami viszont nem kevés. És hogyha keveset használjuk, csak érdemesebb inkább ott hagyni, és akkor bérelni. Nagyon-nagyon soká fizetjük oda az árát úgy, ha nem használjuk sokat. Ha viszont amit sokat használunk, azt meg érdemes megvenni, ha már van rá, mert így megspórolod a üzem óradíjat, viszont karban kell tartani. Itt meg ha elromlik, akkor visszaadjuk a rákba, azt bérelünk egy másikat. Tehát nem tudom, nem végeztem még pontos gazdaságossági számolást, de én szerintem kicsit el van rontva a játékban ez a dolog, mert túl olcsón lehet bérelni. Nagyon sok nap múlva térül vissza az ára, hogyha megveszed. Viszont azt tudod konfizni, ezeket meg nem. Az úgy marad, ahogy éppen vetted a béreleteket. Most nem tudom nekünk mi a béreleve, mi nincs, mert nem néztem, de ugye megnézzük. Hát ez hát majd, az a kék, az ez, meg ez véve van, mert sokat használjuk. Többi meg ez az egyik utolsó vásárlásunk volt, és utolsó új gépünk. De majd mikor tönkre mennek a többiek, akkor most már majd vásárolva lesznek. A legtöbb legalábbis ilyen kombájnok, meg legalábbis egy-két kombájn, hanem is mind. Most ha tönkre megy, akkor mind persze, de sokkal lesz az, hogy tönkre megy. Illetve ezek a nagy traktorok, amiket sokat használunk. Hát Ádám, már most lassan befejeztük, tehát már most inkább hagyjuk, mert még modok meg minden. De gondolod már, hogy megbeszéljük. Discordon nincs ilyen nézői stream, meg ilyesmi, hogy jövök, megyek, hanem csapatban lehet jönni, de azzal, hogy kaphatok modit, meg jöhetek multi, ezzel úgy kb. 10-11 éves tételezlek fel a gyomorba. Mert ha azt mondtad volna, hogy esetleg jöhetek-e veletek multival játszani, vagy csatlakozhatok-e hozzátok, hogy valami, akkor egy kicsit kerekebb mondat lett volna, így egy kicsit olyan nagyon ifjúkori, vagy pedig egyéb dolgokra vezethető vissza ez a fogalmazás volt. Most ez nem van engedve, nem van, akkor mirál ilyen hülye? Na mindegy. Nekem ilyen szakmám, villamosmérnök vagyok, Dávid. Közöm nincs a mezőgazdasághoz, tehát mindent itt a körülöttem játszó szakemberektől, illetve a játéktól tanultam, ami van, ami a csekélység, amit tudok erről az egész, hát minek mondjam. Az egész ágazatról, ez egy jó fogalmazás, az egész ágazatról, mert ugye ez egy elég komplex dolog, ez a mezőgazdasági résznek, tehát nem csak földművelés, nem csak állattenyésztés, itt vannak gazdálkodások, van kemikáliák, minden dolog, gépészet, tehát ez elég vegyes ez a dolog. Na, közben Kis Jánosnak boldog új évet kívánok! Hát igen, de gyorsan is áll, olyan érdekes, jöjjön el a orvérzés. Azt a ficakot is beszántsam? Na, nem kell az. Majd leplacozod, ahogy akarod. Az maradjon ott, majd abból ott csinálunk valamit, vagy nem.
Már ide nyomor az FS, nem? Hát 17 volt az első, azt vettem meg 18 áprilisban azóta. Hát nem tudom, hogy 3000 órát játszottam összességében ezzel a játékkal. A játék csoporttal nagyjából, ugye a tippelem. Hát jobban néz ki, igen, Tamás, csak ugye... Ja, ezt tudjuk módosítani, mert ez a miénk. Azt akartam mondani, hogy bérelt, de nem bérelt, ez pont nem bérelt. Hát a szántás az egyébként szimpla kell, a vetéshez kell dupla. De legyen akkor a talajterhel is. Ide van a két traktor. Ezen az agy. Jeremy, melyik kevet? Kék kevét? Oh. Az a. Jó, akkor meg ez a másik. Kimaradt ugye még a pótkocsi, amit Jeremy aratott. Ezt behordom, eladom. Meg viszek az állatoknak takarmányt. Góri szakmában van? Milyen góri? Az kukorica góri. Darányi úr. Nem, azért a nagyobb góri az. Ah, te ezt nagyon jól szórakozik. Mind szórakozó ennyire? Ja, váltó zsírzó szakmája, ja, azon. Jaj, nem raktam, bocsánat. Falu, hát... Dávid, ahogy veszi, faluba születtem, vagy nem, városba születtem. Kisgyerekkoromban falun éltem, aztán utána városba. Nőttem fel idézőjelben, mert középiskolától. Középiskolában nincs ugye városban, Kecskeméten jártam középiskolában, este meg voltam főiskolán. A Törezsáron itt van valahol. Még egy valami.
Ezért azt le tudod ám adni a... Mit? Mit viszel most? Most iPad. Ja. Azért nem szalmát szedtél, mert azt le lehet adni itt, ahol van a Rex. Gyere, még csak a Jeremy által learatott árpa van nálam. Akartam itt vágni, osomba. Akarom mondani, hogy le a kalappal előtted sok-sok tudás zsebre raktál át, volt, hogy ebben abban már részem, az kétségtelen. Na most mi van? Ja? Ezt hogy nem láttam? Bele. Menjük annyira az aszfalt úgy látszik színnek. Yes. Na, zenél még? Igen. Szól a zene elég rendesen nála még. Több, mint egy mozivető, mert ugye neked veszem arra is, hogy vett, hogy ne volna. A mozdulati jogosítványom is. Ez üdvölt is, hogy hallom, mert nincs ellen én itt, csak lehalkítva. Jól. Megvan a hangulata, úgy hallom. Igen. Beütött a kanabisz. Yeah. Na, jó, tele van. A misejt mögöttem. Izzultál. Mert vissza lehet önteni a takarmánykeverőbe szerinted? Igen. Nem fér bele. Szerintem aztán kész vagytok? Aha. Jó. Megy már a játék a kutyával. Na jó van. Jó. Hát akkor ennyi szóval volt a móka már. A Jenő 6 a zsája. Ja, visszahangosítom, de nem tudom milyen zenét. Nem, most nem jó zenét.
Úgy hallom akkor. Na jó, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet. Jó, röhögtem ahhoz képest, milyen fáradt vagyok. Meg jó szórakoztunk, remélem máskor is lesz jó hangulat. Úgyhogy köszönöm szépen ezt nektek, meg köszönöm szépen a figyelmet, meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bye. Úgyhogy Jeremy is köszön. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy jó leszetek magatokat, és legközelebb is találkozzunk. Addig is legyetek jók, üdvözlök mindenkit, sziasztok!